Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Hogy ugye van egy olyan kérdésem, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé megy a világ? Ezt tegye fel a kezét. Nem vagyunk elégedett? Mi baj van a világgal? Hát mi baj van a világgal? Agresszió, önzés? Aha. Félelem? Na akkor maradjunk itt a félelemnél. Jó, ha már félelemről beszéltünk. Mi baj van a félelemmel? Nem gondolkoztak azon, hogy mennyivel jobb? Illetve tegeződjünk, jó? Ha már így együtt vagyunk, akkor tegeződjünk. Remélem ez nem bántó senki számára. Tehát nem gondolkoztatok rajta, hogy, mire jó a félelem? Hát mire jó a félelem? Például arra, hogy megállítsa az embert. De az jó az embernek? Akkor az kinek jó? Akkor az kinek jó? Aki? Aki irányítani meg akarja állítani az embert, nem? Tehát másoknak jó, nem? Tehát a félelem az egy manipulációs eszköz, nem? Nem mondhatjuk azt? Egy az egyben. Ha megnézzük, az emberiség nagy része az félelemben van, félelemben tartott, vagy félelemben él, nem? És ez jó így? Ez elég nagy baj, nem? Mondhatjuk azt, ha bármit figyelembe veszünk, bármit, mondom, bármit figyelembe veszünk, az emberiségnek az egyik legnagyobb problémája, és azon belül az embert lebontva. Tehát az embereknek az a legnagyobb problémájuk, hogy félnek. Félnek a bizonytalantól, a jövőtől. Nem? Pedig egy fejlett, intelligens lénynek nem szabadna félni. Nem? Tehát egyszerűen, ha az ember tudna bizonyos dolgokat, az élet és az ember működéséről, akkor nem félne. Milyen bizonyos dolgokat? Van nekünk egy mai témánk, ki tudja mi az? Emlékszünk rá? Miért és meddig élsz? Miért és meddig élsz, igen. Tehát, hogyha az ember tudna az élet és az ember működéséről bizonyos dolgokat, akkor lehet, hogy nem félne. Sőt, én tudom, hogy nem félne. Nem lehet, hanem biztos, hogy nem félne. Tehát képzelj el, ha mondjuk ön tudná, hogy nem halhat meg, akkor félne a haláltól? Mi a legnagyobb félelem az életben? Halálfélelem, a haláltól való félelem, nem? Tehát ha például ön tudná azt, hogy nem kell attól tartania, hogy mondjuk megélhetési gondjai legyenek, vagy lennének a jövőben, akkor félne a megélhetési problémától? Nem. Tehát ha még most már ugye két kérdést tettem föl, mert az egyik az volt, hogy ha tudná azt, hogy nem hal meg, akkor nem félne a haláltól, nem? Ha tudná azt, hogy, nem lennének sose anyagi természetű megélhetési problémái, akkor nem félne. Ha tudná azt, hogy nem kellene félni attól, hogy elveszít valakit, akkor félne attól? Nem. Ha tudná azt, hogy mindig tudná biztosítani a megélhetését, akkor félne attól, hogy nem tudná biztosítani a megélhetését? Nem? Mert ugye alapvetően az emberek ilyen dolgoktól félnek, nem? Jó, hát van még több apró dolog is, amitől az emberek félnek, de alapvetően ilyen dolgoktól félnek, nem? Tehát ha ön ezeket tudná, akkor félne? És miért nem tudja? Ezeket miért nem tudja? Jó, akkor írja fel ezeket a kérdéseket gyorsan. Az első melyik volt? Miért
a halál. Ha tudná azt, hogy nem hal meg, akkor félne tőle? Érdemes felírni, azért mert hogyha ezt felírja, akkor gyakorlásként még esetleg módszert is kap hozzá, hogy hogyan oldhatja ezt meg. Az első ez volt, a második mi volt? Emlékszünk? A megélhetéstől, így van, hogy fél attól, hogy nem lesz miből megélni. Mi lenne, nem félne attól? Tehát tudná azt, hogy ez nem probléma, tehát mindig. Tehát mi lenne, ha tudná azt, hogy mindig meg tudja majd teremteni azt, ami a megélhetéséhez kell. Legyen ez a másik, jó? A harmadik az volt, hogy mi lenne, ha tudná azt, hogy nem veszíthet el senkit. Ezt írja föl megint csak. Mi volt még? Volt még valami, nem? Milyen kérdés volt még? Szedjük össze? Mert nem csak három volt. Na ezért jó, ha gyorsan írnak. Vagy írtak. Oké. Okay. No. Tehát alapvetően az emberek ilyen dolgoktól félnek, nem? Tehát itt amíg félhet attól, hogy elveszít valamit vagy valakit. Ugye valakit már volt, de valamit, mondjuk elveszíti a házát vagy valamit. Mi lenne, hogyha tudná azt, hogy soha nem veszíthet el ilyet? Tehát, hogy nem veszítheti el, amit megszerzett. Mi lenne, ha tudná azt, hogy nem veszítheti el azt, amit megszerzett? Ezt így fölírta? Aha. És akkor ugye az imént föltettem azt a kérdést, hogy miért nem tudja ezt, hogy ez így van. Mert azt mondhatná, hogy ez nem így van, de ez így van. Tehát attól függ, hogy ön miben hisz. Tehát ön abban hisz, hogy elveszítheti bármelyiket is, vagy abban, hogy nem veszítheti el. Nyilván emögött, a hit mögött kell lenni egy tudásnak is. Tudás nélkül ez nem megy. Tehát mi az, hogy az ember mondjuk nem veszítheti el az életét? Hát ön miből áll? Tehát eleve három dologból áll, nem? Mi az a három dolog? Van egy teste, nem? Van egy elméje. És van egy lelke, nem? Ez három különböző dolog. Ebből melyiket tudja elveszíteni? Melyiket? A testét. És másik kettő az megmarad, nem? Most akkor onnantól kezdve, ha elveszíti a testét, és akkor mi fog történni? Hát a lelke megmarad, elméje megmarad. Akkor egy kis részt elveszíthet. És annyira jó az a test, amiben most ön van, gondolja végig. Nem lenne jobb egy jobb test majd? Nem hiszem, hogy sok ember azt mondaná, hogy hát az én testem az tökéletes, és több száz évig el fogok vele élni. Nem? Nem hiszem, hogy ezt bárki tudná mondani a Földön. Tehát mitől fél, hogy elveszíti? Elveszíti a testét? Hát mennyire könnyebb lenne például negyedik dimenzióban működni, mint három dimenzióban? Gondolja végig, mennyire könnyebb lenne, hogyha egyik pillanatra a másikra ott lenne, ahol szeretne. Mert most ezt nem engedi az ön teste. Gondolja végig. Gondolj végig, milyen egyszerűen nem kellenek falak, meg ajtók, meg ablakok. Tehát ön úgy közlekedne, hogy akarna. Én nem azt mondom, hogy akkor most lépjen ki a testéből és hagyja itt. Csak mit sajnál a testén?
Gondolja végig. Mit sajnál a testén? Jó kérdés, nem? Hát azért, mert hogyha egy kicsit tisztában rakná azokat a gondolatokat, hogy ő nem veszthet semmit az életében, akkor onnantól kezdve nem tudna mitől félni. Mert addig tud csak félni valamitől, ameddig veszíthet. Az az érzés van önben, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt elveszíthetem. Akkor nézzük meg egy másik dolgot. Például, mit tudom én, hány olyan ember van, második kérdés, hány olyan ember van, amely fél attól, hogy elveszít valakiét? Ja, a harmadik kérdés volt, mindegy, átléptem egyet. Elveszít valakit, csak azért ezzel foglalkozok, mert ez ugyanez a téma. Tehát, hogyha valaki meghal, akkor nem hal meg, csak a teste. Ami azt jelenti, hogy azzal a személlyel, főleg ha ő nem fejezett be valamilyen kapcsolatot vele, úgy is fog találkozni. Ha nem ebben az életben, akkor a következőben. Attól függ ez az emlékezés vagy nem emlékezés kérdése, hogy ön milyen lelki szinten hagyja el ezt a földi létet. Ha magas lelki szinten hagyja el, akkor nem törlődik az emlékezete. Mert akkor nem kell, hogy töröljék az emlékezetét. Tehát lényeg az, hogy egy olyan tudás mellett, hogyha ön tudja, hogy hogyan működik a lélek például, és mi lesz a lélekkel a halál után, és mennyi időn belül születhet újra egy lélek, és hova születik újra, meg stb. Stb. Ha éneket tudna, akkor esetleg másként gondolna arra, hogyha valaki a szerettei közül elmegy. Tehát például ott van édesapám, aki immáron most már 17 éve halott meg, nagymamám is ugyanabban az évben halt meg, apám, anyja, ők is 17 éve. Valószínűleg már nem negyedik dimenziós lényként élnek, hanem már testet öltöttek. És akkor onnantól kezdve, ha nekem velük dolgom van, akkor valószínű még ebben az életben fogok velük találkozni más testben. De a lélek az ugyanaz. Most akkor onnantól kezdve mit sajnál az ember? Sajnálja azt az előző testet? Hát de nem a test adja az embert, hanem az ember olyan, amilyen a lelke. A test az csak egy ilyen burkoló anyag. Hát az ember soha nem olyan, mint a teste, csak látszatra. Ténylegesen mindenki olyan, amilyen a lelke. Ha jó lelkű, akkor ez egy jó ember. Ha rossz lelkű, akkor az egy rossz ember. Oké? Majd nézzük a másik kérdést. Itt van például az, hogy az emberek félnek attól, hogy elveszítik. Valamit elveszítenek. Tudom én, elveszítik az állásukat. Nem? És akkor hogy fognak megélni? Tehát attól félnek, ugye nem az állás elvesztésétől félnek az emberek, hanem attól félnek, hogy nem tudják biztosítani a saját, illetve a családjuk megélhetését. Nem? És mi lenne, ugye az volt a kérdés, mi lenne, ön tudná, hogy ilyen nem fordulhat elő, hogy ön ne tudja biztosítani saját maga és a családja megélhetését.
Jó lenne? De ez nem jó lenne, hanem ez így van. Ha ön ezt tudja magáról, hogy ez így van, akkor ez így van. Ha önnek ezzel kapcsolatban bármilyen kételje felmerül, na ott kezdődnek a problémák. Nem tudom, mennyire voltam elég világos. Tehát, hogyha ön csak olyat tud elképzelni, hogy ön ameddig ebben a bőrben van, ön tudja biztosítani az ön és saját családjának a megélhetését, illetve a te magad és a családod megélhetését, ugye mert tegeződünk, akkor onnantól kezdve ez így lesz. És erről semmi kétség nem merül fel benned, akkor ez így lesz. Kellően világos voltam? Miért tud ez így lenni? Azért, mert a te lelked az egy teremtői lélek. És amit a gondolataiddal teremtesz, az történik meg. Ha azt teremted meg, hogy ettől attól félsz, és nem tudod megteremteni a megélhetésedet, akkor te nem fogod tudni megteremteni a megélhetésedet, mert a gondolatod által azt teremted meg. Világos voltam? Tehát bármivel kapcsolatban, amivel félelmed van, ha az ellenkezőjét hiszed, illetve tudod, akkor az a félelem soha nem fog előjönni. Soha nem fog megvalósulni. Tehát soha nem fog megtörténni, amitől félsz. Csak akkor, hogyha félsz. Érthető? Tehát úgy most ez egy feltételezés volt, hogy képes vagy arra, hogy átfordítsd a gondolataidat. És a félelmeidre helyett azt mondd, hogy te igenis képes vagy rá. És ha ezt megtanulod, akkor onnantól kezdve nem lesz semmi olyan dolog, amitől félj. Mert amitől félnél, az nem fog megtörténni, úgyhogy ezért nincs mitől félned. Világos voltam? Tehát csak azért van mitől félned, mert a gondolataiddal megteremted azt a történést, ami számodra negatív. Érthető? Lehet, hogy eddig ezt te nem tanultad. Azért nem tanultad, hogy manipulálható legyél. Oké? Tehát nehogy elhidd még véletlenül is magadról, hogy te egy teremtő vagy, aki a gondolatával is képes teremteni. Nem csak a fizikai cselekedetével. Tehát veled elhitették azt, hogy csak a fizikai cselekedeteddel tudsz teremteni, ami egy óriási tévedés. Tehát eleve a fizikumoddal semmit nem tudná teremteni, ha előtte nem tudod megfogalmazni a gondolataidban. Gondold végig. Hát annyit nem csinálnál, hogy ezt innen átraknád ide, ha ezt nem gondolod ki előtte. Világos voltam? Tehát minden dolgot, amit fizikailag teremtesz, azt megelőz egy gondolat. Oké? És hogyha te azt akarod megteremteni, hogy ne kelljen félned ettől, attól, amattól az életben,
akkor egyszerűen csak át kell magadat, nem is át kell programozni, vissza kell magadat programozni. Ugyanis te úgy születtél, hogy nem voltak benned félelmek. Úgy születtél. Mindnyájan úgy születtünk. Nézd meg a gyereket. Olyan, mint egy kamikáze berepülő pilóta. Nem? Semmitől nem fél. Tehát senki nem született félelmekkel. Ezt beléd táplálták. Mint a kompjúterbe egy programot. Egy rossz programot. Tehát te addig félsz, amíg, inkább úgy mondanám, hogy az ember addig fél, két dolog. Ameddig tudatlan az élet és az ember működésével kapcsolatban, és addig fél, ameddig félelemprogram fut. Az van számára futtatva. A félelemprogram. Tehát amikor ezt a félelem programot átülteti teremtő programmá, ahol tudod előre, hogy minek kell létrejönnie, akkor onnantól kezdve csak az tud létrejönni. És ha ezzel kapcsolatban elkezdesz bizonytalankodni az életedben, akkor már ott lesz a kis ördög, amely megakadályoz abban, hogy létrejöjjenek a teremtő eredmények a gondolataidból. Világos voltam? Tehát egyszerűen foglalkoznod kell azzal, hogy mik a gondolataid, milyenek a gondolataid. Jó? Ugye van nekünk a mai témánk. Mit is mondtunk? Mi a témánk? Miért és meddig élsz? Miért és meddig élsz? Tehát miért is élsz? Tehát azért élsz, hogy félj? Nem azért élsz véletlenül, hogy teremts? Teremts. Teremts. Nem ezért élsz? Hogy teremts. És meddig élsz? Ameddig teremtesz. Tehát ameddig a teremtésben részt veszel, addig fogsz élni. Amikor úgy látják fentről, na, ez se teremt már, akkor leoltják a lámpát. De csak a testednek. De ez egyre nagyon kellene azért odafigyelni, hogy még véletlenül se alacsonyabb lelki szintre, vagy szinten hagyd el ezt a földi létet, mint ahogy születtél. De tudod, hogy nem azt vállaltad, hogy azon a lelki szinten fogod végigélni az életedet, mint ahogy leszülettél. Hanem tudod, hogy legalább egy, kettő, hárommal magasabb lelki szintet vállaltál be leszületésed előtt. Mi az, hogy bevállaltál? Hát a lelked bevállalta. A lelked az előző életed alapján. Attól függően, hogy milyen lelki szinten hagytad el az előző földi létedet. Mert van 7 lelki szint. A legtöbb ember az az egyes, kettes lelki szinten küzd. Hát szó szerint küzd. Elmondjam ezt a 7 lelki szintet? A legalacsonyabb lelki szint az a túlélés. A második a biztonság, az egy kicsivel följebb, de ez még mind a kettő nagyon gyenge szint.
nagyon, nagyon alacsony lelki szint. A hármas az már jobb, az a valahova tartozás. Tehát az egyes, kettes az, az anyag nagyon kapcsolódik, az, és nagyon az anyaghoz kapcsolódik. Kettes fölött ugye a hármas volt, a valahova tartozás után pedig a négyes az elismerés szintje. Tehát ez mondhatjuk egy ilyen köztes helyzet. Anyag is, de már egy pici szellemiség is van benne. Az ötös az az ön megvalósítás szintje. Ez megint egy ugrás följebb a négyeshez képest. A hatos a küldetés szintje. És utána megint van egy ugrás, az pedig a beteljesülés. A teljes beteljesülés szintje. És akkor valamilyen előző élet, tehát az előző élet alapján valamilyen lelki szinten elhagytuk az előző testünket, mint lélek, és arra a szintre születünk, születtünk le ebben az életünkben, és még azt is föl lehet lelni, hogy milyen lelki szinten születtünk. Erre is van módszer, hogy hogyan, de ezt most nem fogom elmondani. Ez coachképzés. Amikor eljön az ideje a coachképzés, majd erről lesz szó. Ki milyen, hogy tudja valaki megnézni azt, hogy milyen lelki szintre született. És ha valaki leszületett ugye egy lelki szintre, és tudja, hogy milyen lelki szintre született, akkor biztos, hogy tudhatja azt, hogy annál magasabb lelki szintet vállaltál be leszületésed előtt. Egyel, vagy kettővel, vagy hárommal. Honnan tudja az ember, hogy többet vállalt be? Na, ezt is lehet tudni. De ezt sem mondom el. Hanem majd a coachképzésen. Tehát lényeg az, hogy lehet tudni, hogy mennyit vállaltunk be. Mert megvan, hogy miből lehet ezt tudni. Tehát az ember azt gondolja, hogy hát olyan véletlenek alapján működik az élet. Hát egy nagy túrót működik a véletlenek alapján. Tehát minden felismerhető az életben. Minden. Mint például valakivel ma beszélgettem, és mondja nekem, hogy hát ő nagyon nem szeret emberek előtt beszélni. És akkor rögtön föltettem neki egy kérdést, hogy ez van-e neked, mint tulajdonság, személyiség jegy egyébként. És akkor azt mondta, hogy nincs. Hát mondom, akkor ne csodálkozz azon, hogy nem szeretsz emberek előtt beszélni, mert az a probléma, az azt hozza, hogy az ember a kifejezéssel kapcsolatosan nem kap elég energiát. És ez neki hiányzik, hogy kifejezze magát, mert nem kap erre elég energiát. Tehát, tudom én, ha az ember ismeri az élet és az ember működését, akkor rögtön rá lehet arra jönni, hogy mi miatt van valakinek van valamilyen problémája. És ugye akkor, ha tudja az ember, hogy van egy probléma, akkor olyan nincs, hogy ne legyen megoldás. Jó? Tehát olyan nem létezik, hogyha van egy probléma, arra nincs megoldás. Legalábbis én még ilyen olyan problémával nem találkoztam, amire ne lett volna megoldás.
De szerintem nem is létezik olyan. Tehát lényeg az, hogy ha az ember tud dolgokat, akkor képes változtatni a dolgokon, képes arra, hogy szembenézzen dolgokkal, és képes arra, hogy úgy élje az életét, ahogy emberhez méltóan kellene élni az életét. Tehát ő nem azért született ide, illetve te nem azért születtél ide, hogy szenvedj. A szenvedés az a tudatlanság következménye. De hát ugye szabad akarat van, és az emberek választhatnak, hogy tudatlanok maradnak, vagy fejlődnek. Mindenki választhat. Ugye csak addig volt kötelező tanulni, míg ki nem jártuk a kötelező iskolákat. Nem? Az általában nagykorúsággal megszűnik, 18 élet, betöltött életévvel. Onnantól kezdve már nem kötelező az iskola. De hát nem tudom, melyik a jó. Szenvedünk vagy tudunk? Melyik a jó? Hát ez az. Én nem szerettem sose olyan dolgokat tanulni, amire én azt láttam, hogy úgyse fogom tudni használni. Nem tudom, ki az, aki szeretett olyan dolgokat tanulni, amit tudta előre, hogy úgyse tudja használni. Nem látok kezeket. Pedig elég sok mindent tanultunk ilyen dolgokat, nem? A általános, meg középiskolában, amit az ég adta világon, utána semmire nem használtuk. Hát épp itt lenne az ideje olyan dolgokat tanulni, amit az ember a mindennapokban tud használni. Nem? És én ezt imádom. Tehát mikor az ember olyan dolgokat tanulhat, amit a mindennapokban lehet használni, ez egy csodálatos dolog. Mit nap, mint nap lehet használni. Rendkívüli. És akkor eldöntöttem azt, hogy ameddig élek, tanulni fogok. De még egy dolgot eldöntöttem. Nem csak tanulni fogok, hanem tanítani. Tehát ameddig élek, ebben a bőrben tanítani fogok. Nem baj, majd a következő életben is semmi gond. De egyelőre még csak idáig terveztem erre az életre. Jó, szóval a lényeg az, hogy mindenkinek lehet más élete. Hát, hogyha szeretni. De nem kell nekem elhinni ezeket a dolgokat. Mondom, akik majd neten hallgatnak engem, vagy néznek. Nem most, hanem majd. Mert ugye sokan néznek úgy, hogy első alkalommal ránéznek majd arra az előadásra, mondjuk erre az előadásra. Tehát nem kell ezeket elhinni. De gondolja végig, hogy önnek melyik a jobb. Hogyha szenved, vagy hogyha teljes egészében az történik az életében, amit ön szeretne. Melyik a jobb? Vagy melyik lenne a jobb? Hm? Melyik a jobb, hogyha ön elhiszi magáról, hogy teremtő, hogy önben van egy teremtő lélek, vagy ha nem hiszi el magáról, hogy önben van egy teremtő lélek? Melyik a jobb önnek? Jó kérdés, nem? Nem kell nekem hinni. Gondolja el, hogy melyik a jobb önnek. Én amiről beszélek, azt én erről meg is győződtem. Én nem csak dumálok, amit tanítok, arról mind meggyőződtem. Tehát nem véletlenül kellett foglalkoznom már több mint 60 ezer emberrel. Jó, nem most kezdtem,
az emberekkel való foglalkozást ugye 1987-ben. Azért nem most volt. És nem véletlenül értünk el több piacvezetői pozíciót. És nem véletlenül, amiben most vagyunk, már Magyarországon piacvezetők vagyunk benne. Mit csinálunk? Coachképzést tartunk. Mi a coach? Ember és életjobbító. És mit csinál a coach, mikor dolgozik? Képes kihozni a legjobbat és a legtöbbet az emberekből. A legjobbat és a legtöbbet. Egy csodálatos dolog ilyennel foglalkozni. Na, nekünk egy küldetésünk. Tudják, mi a küldetésünk? Szaladjunk egy kicsit előre. Kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet, átadni az emberek számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor aranykor lenne. Küldetésünk az emberiség számára elhozni az aranykort. És ez a Kárpát-medencéből kell, hogy elinduljon. A jóslatok ezt mondják. És mi ezt is be akarjuk teljesíteni. Tehát egy csodálatos dolgot csinálunk, korszakot alkotunk. Egy új korszakot. Nem sokszor volt ilyen a történelem során. Egy párszor. De azért nem semmi, hogy aranykorszakot alkotunk. És felkészítjük az embereket az aranykor követelményeire. Mondom, követelményei. Tehát az embereknek meg kell felelniük arra, ahhoz, hogy az aranykorban tudjanak élni. Aki ennek a követelménynek nem felel meg, az nem fog bemenni az aranykorba. És mi lesz velük? Meghalnak. Meghalnak. Tehát a Földnek már el kellett volna érni az aranykor időszakát. Tehát ennek a bolygónak. Tehát nem mondom azt, hogy nem lesz majd egy másik bolygó. Ahova megint egy börtönbolygó, mint most jelenleg a Föld. Tehát a Föld jelenleg egy börtönbolygó. Tehát mondhatjuk azt, hogy idézőjelben, nem teljesen így van, ahogy most mondom, de vehetjük úgy, ez most olyasmi bolygó, mint Ausztrália volt az angol birodalom idején. Hogy oda száműzték a rabokat. Inkább úgy mondom, hogy a bűnözőket. Hát most a Föld egy ilyen bolygó. Csak már ennek le kellett volna telnie. Már nem ebben kellene lennie a Földnek. Már szabad bolygónak kellene lennie. És azért nem tud szabad bolygó lenni, mert az emberek nem etikusok. Tehát nem használják az etikát. És az emberek használnák az etikát, akkor képesek lennének szeretetben, békében és boldogságban élni. És akkor ez egy szabad bolygó lenne. Tudja, mit jelent a szabadság? Az azt jelenti, hogy fogja, itt hagyja a testét, és fogja, körülnéz a világegyetemben, mint lélek. Ezt jelenti a szabadság. Szó szerint. Na most ezt nem tudja megtenni. Mert ide van rögzítve. Nem hagyhatja el a bolygót. Hát ezért ugye már a 60-as években ki tudtak menni a Földről, aztán érdekes, fölmentek a Holdra, az valahogy az elmúlt 40 évben meg már nem nagyon akarnak a Holdra menni. Nem? Nem fura ez? Gondolják végig. Tehát időnként így felvetnek ilyen dolgokat, hogy menjünk a Marsra.
meg menjünk ide, meg oda, de valahogy mégse történik meg. És ennek megvan az oka, hogy miért. Jó, de erről már nincs idő sajnos beszélni. No, szóval lényeg az, hogy egy csodálatos dolog, amiben részt veszünk. Oké? Az embereknek, az emberiségnek elviszük azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Hogy ne cívódjanak, ne háborúzzanak, ne szenvedjenek. Ezt meg lehet csinálni. És hogy lehet ezt megcsinálni? Erre megvannak a módszerek, meg az információk, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Jó? No, hát sajnos ennyi fért bele itt a bemutató részbe, és hát hogyha több információra lenne szüksége, akkor nézzen körül a weboldalunkon, a pph.hu weboldalunkon, tehát pph.hu weboldal. Oda be kell regisztrálni, bár majdnem mindenki úgy nézi az előadást, hogy ugye regisztrált. És ha beregisztrált, akkor ott sok-sok információhoz hozzájut, de akkor nyilván még többhöz, hogyha a coachképzésünkhez is részt vesz. Van nekünk egy akadémiánk, ott műveljük a coachképzéseket. Coachképzéseket nem csak mi tartunk a bolygón, hanem mások is. Bár ilyen típusút, amit mi csinálunk, csak mi csinálunk. Tehát mások nem átvettük valamilyen módszert másoktól, hanem egy teljes magunk fejlesztettük ki ezt az egészet. És a legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk a coachképzéseket, hogy bárki számára fizikailag és anyagilag elérhető legyen. Tehát a fizikailag azt jelenti, hogy nem csak személyesen lehet részt venni a képzéseken, hanem az interneten élőben, és utána felvételről is igénybe vehető. Hang és videó anyag formájában. És ráadásul a díja az óránként pár száz forint, tehát max 300. Semmilyen képzés nem kap óránként 300 forintért. Nyilván nem óradíjba fog fizetni, hanem a havi tandíjunk van. 30 óra egy hónap képzése. Tehát 4 vagy 5 hét szokott lenni. És hetente két alkalom, illetve ezen a héten három alkalom, tehát minden hónapban egy hétvége pluszban hozzájön, az a témazáró nap, tehát most vasárnap lesz a témazáró, a pénzteremtő kócs témazáró témája, és utána pedig az önbizalom növelő kócs fog kezdődni. Elég fontos téma mind a kettő, tehát hogy képes legyen az ember pénzt teremteni, meg képes legyen arra, hogy higgyen magában. Tehát lényeg az, hogy az első hónap az 17 ezer forint az indulás, a második hónaptól pedig 8 ezer forint árgaranciával. Az azt jelenti, hogy ameddig a tanfolyam tart, addig ennyi a tandíj, de aki később kezd, annak nem feltétlenül ennyi a tandíj, februártól lesz az újaknak egyébként valamecske áremelés, ami ugye azt jelenti, hogy nekik arra lesz az árgarancia. Na szóval örülök, hogy ezt a lehetőséget elmondhattam önöknek, de hát az idő a szorít minket, hiszen kell lenni egy 15 perces szünetünknek, és ahhoz képest kalkulálják a második rész kezdését. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk a második részen, amit ugye ahhoz át kell csatlakozni a neten, tehát nem ott tudják igénybe venni. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét és jó tanulást, viszontlátásra!